szövegszerkesztési, táblázatkezelési, adatbáziskezelési, honlapkészítési ismeretek. Csak néhány a feladatok közül, amelyeket biztosan tudniuk kell azoknak a diákoknak, akik informatikából elindulnak az országos középiskolai tanulmányi versenyen. Korsós Daniella Dalma és Nádori Sándor, a katolikus keri két diákja biztosan rendelkezik ezekkel az ismeretekkel, hiszen mindketten bejutottak a megmérettetés regionális fordulójába. Órákon javarészt fel lehet készülni az ilyen versenyekre, semmivel többet nem követelnek meg, és azért jelentkeztem, mert nagyon szeretem az informatikát, ezért is próbálom minél többféleképpen próbára tenni a képességeimet. Nádori Sándor már az általános iskolában bizonyította, hogy otthonosan mozog a számítógépek az informatika világában. Mostani eredménye pedig azt mutatja, hogy a középiskolások számára meghirdetett versenyeken is helytállt tudásával. Az informatikával és a számítás technikával kapcsolatban inkább a alkalmazói feladatok vonzanak, de már mostanában a programozás is kezd kedvencemmé válni. Mosoni Ákos az alsóbb évesek számára meghirdetett Nemes Tihamér számítástechnikai versenyen ért el iskolatársaihoz hasonló szép eredményt, és jutott be a regionális fordulóba. Ez a Nemes Tihamér számítástechnika verseny a 9-10-es korosztálynak volt meghirdetve. A verseny viszonylag összetett volt. Volt szövegszerkesztés, táblázatkezelés és képszerkesztés. Szerintem könnyű volt a feladatok. Az iskola számára fontos, hogy a diákok minél több versenyen vegyenek részt, ezzel is bizonyítva az intézményben folyó magas szintű oktatói munkát. Évről évre tudnak újítani a kollégák, akik összeállítják a feladatokat, de előveszik a régebbieket évekre visszamenőleg, és ebből gyakorlunk. Én azért szemben mennék Dalmával, hogy nem kis pluszt jelent ez a versenyre való felkészülés, tehát nagyon-nagyon oda kell figyelni, sokkal több olyan kérdés van benne, ami nem nagyon fordul elő az oktatásban, de készülni azért lehet rá. A katolikus középiskola egyre szélesebb választékot kínál a továbbtanulás előtt álló általános iskolásoknak. Az igazgató szerint a szép verseny eredmények is befolyásolhatják azt, hogy mennyien választják ezt az oktatási intézményt. Most van a iskola választás, a kedves diákok és szülők most állnak nagy döntés előtt. Én bízom benne, hogy sokan válasszák a kerit, nem csak az informatika szakmacsoportot, hanem ugye a közgazdaság és az ügyvitel, illetve hát ugye tavalytól a gimnáziumi osztályt is. A tanulmányi versenyek első fordulóján jól szereplő diákok most a regionális fordulóra készülnek, de céljuk persze az, hogy az országos döntőben is megmutassák tudásukat.